Dugig rakva várják a vásárlókat az írószerboltok. A tanévkezdésre készülő családok minden augusztusban elkezdik sorra járni az üzleteket, hogy a legkedvezőbb áron tudják megvenni a tanszereket. A szülők leginkább az akciós termékeket keresik. Emelkedés van, csak sajnos a mi fizetésünk nem emelkedik az árakhoz képest. Úgyhogy muszáj mindenféleképpen az akciós termékeket megfigyelnünk, hogy mikor van akció, hol van akció, és ugye természetesen abba a boltba megyünk vásárolni, ahol akciósan bármit meg tudunk kapni. A legdrágább egy elsős kisiskolást felszerelni, neki ugyanis mindenből vásárolni kell. A több gyermekes családoknak ilyenkor mélyen a pénztárcába kell nyúlni. 100 000-es nagyságba. Merem én a 3 gyereknek több 100 000-es nagyságba mérni ezt az iskolakezdést. Az átlagfizetésű családok ekkora összeget csak úgy tudnak előteremteni, ha már idejében elkezdenek spórolni. Elkezdtük évelején, meg tavaly összeszedegetni azt, ami gondoltuk, hogy fog kelleni. Ezért maradt meg spirálfüzet, nagyfüzet, vonalzó, mi közünk az nincs, mert azt ellopták a iskolában, 8-ban. Úgyhogy azt még hozzávesszük, hát apránként muszáj mindig félretenni kicsit magunktól elvonni azt, amit el lehet. A tanszerpiacon a hipermarketek megjelenése kiélezte a versenyt. A belvárosi kisebb üzletek a multikénál szélesebb kínálattal, személyes tanácsadással és nagy árengedményekkel tudják megtartani a vásárlókat. A füzetárakban csak úgy tudjuk, hogyha majdnem, hogy úgy adjuk, ahogy vesszük a füzeteket. És hát mondom, az egyéni dizájnokkal próbálunk előrukkolni, amiket esetleg ott nem lehet megtalálni, és mondjuk más forgalmazótól pedig mi be tudunk szerezni. Ugye az aktuális évnek megfelelő sláger termékeket, vagy sláger márkákat. Ezek a füzetek prémium kategóriásak. A legolcsóbb 340, a legdrágább több mint 750 forint. A legújabb rajzfilmfigurákkal, énekesekkel, sportolókkal, szuperhősökkel díszített tanszerek azonban legtöbbször nem csak a díszesebb külső miatt drágábbak. Ezekkel a kedvencekkel díszített termékek azért egy másabb minőségi kategóriát is jelentenek. Tehát a szülő azért gyakran belátja azt, hogyha éppen megvesz egy mintás fedelű füzetet, arra már például nem kell borító. Ezeknek a füzeteknek a belívei általában sokkal jobb minőségű papírral készülnek, mint az általános hagyományos, tehát ez azt jelenti, hogy ha a gyerek radíroz 2-3-at, nem biztos, hogy kiukad rögtön a lap. A kínálat nagyon széles. Vannak olyan tanszerek, amelyekből akár több százféle is megtalálható egy-egy üzlet polcain. Ha mindenből a legolcsóbbat veszi valaki, egy elsős kisiskolásra akkor is legalább 7000 forintot kell költeni. A határ pedig a csillagoség, hiszen például iskolatáskából van a polcokon 2000 forintos, de vehetünk hátizsákot 25 000-ért is.